Nagyon nagy szeretettel köszöntjük a VNTV Viva Natura televízió kedves nézőit. Juhász Gergellyel, a Conclude ZRT vezérigazgatójával beszélgetünk, immáron harmadszor. Az előző adásokban megtudhattuk, hogy bitcoint milyen módon került a levesbe, milyen módon szálltak el a független pénzrendszerek szabadságharcosainak a reményei, illetve az első adásban megláthattuk, hogy ezek a tőzsdepiac, részvénypiac, energiapiac milyen módon viszi, nem mondom, hogy sőtbe a világot, de milyen problémákkal küzd. És ma egy kicsit a nyugdíj nevű pilótajátékról fogunk beszélgetni. És hogy ez miért pilótajáték, azt mindjárt megalapozzuk. Azért látjuk még, hogy a mi őseinknek, például nem kell messze menni, 50-100 év, nem feltétlenül volt nyugdíjuk, hanem a család, amit most próbálnak szétrombolni, az volt a garancia arra, hogy az idős embernek sem kell koldulni, menni, éhezni, mert ezek a közösségek úgynevezett öngeneráló, önfenntartó rendszereket képeztek. Majd, és az angliai rendszer, nem fogom elvenni a kenyeredet, csak ezeket kitalálták a nyugdíjrendszereket, ahova bizonyos összegeket vontak el folyamatosan a jövedelmekből, néha alapokat csináltak, stb. Látjuk már, hogy a magyar alaptörvényben sem köteles senkit semmire, hogy nekem mondjuk 10 év múlva is nyugdíjat fizessenek, amiből én tisztességes módon meg tudok élni. És akkor innen induljunk. Hát az alaptörvényben benne van, hogy az államnak a kötelességei közé tartozik, hogy nyugdíjat fizessen a állampolgároknak, de az valóban nincs benne, hogy ezt milyen képlet alapján tegye meg, és érdemes visszakanyarodni arra a gondolatra, amit mondtál, hogy a nyugdíj előtti kor, tehát ott mindig is a nyugdíj a generációk közötti tulajdonképp kockázatmegosztás eszköze volt, csak nem úgy hívták, hogy nyugdíj, hanem úgy, hogy az öreg ellakik az udvarba, ott valami kis házikóba. Több generációs együttélés. És hogyha éppen már felkelni is alig bír, akkor viszünk neki egy kis kaját, az unokák oda mennek, istápolják, beszélgetnek vele, ő meg átadja azt a tudást, ami még nála van meg. Tehát ez a rendszer, ez a nagy családi rendszer, ez sokkal több volt annál, mint hogy gondoskodnak a szülőkről, mert a nagyszülőknek is volt feladatuk. Ezért is raktam be rögtön első képnek egy moldvai néniről 2001-ben fotózott képet. Itt volt szerencsém személyesen is látni, hogy működött ez nagyjából középkorba, vagy mondjuk az újkor kezdetéig mindenütt. Tényleg arról volt szó, hogy a nagy család, a már idős, itt tulajdonképp dédnagymama korosztály, jó özvegyen maradt nénit, ott egy hátsó kis épületbe, égre nyíló kis épületbe, ott volt ennek a lakásának a néninek, és az unokák jöttek, mentek, beszélgettek, átszaladtak, ő főzött valamit, mesélt nekik valamit, és minket, mint idegeneket is nagy szeretettel, tényleg több száz évvel ezelőtti magyar nyelven elmondta, hogy ő most éppen mit csinál, és hogy tehát egy hatalmas élmény volt ezt látni, és tényleg ezért tudom azt mondani, hogy itt nem csak és ezért is nekem egy kicsit mindig fura ez az egész, hogy mi pénzügyiesítjük az embert, az emberi kapcsolatokat, mert itt azért sokkal többről volt szó. És ahogy atomizálódik a társadalom, és szétesünk, és nem csak a nagy családok, hanem a két szülő, két gyerek is lassan szétköltözik, és 38 négyzetméteres lakásokba lakunk lassan mindenki. Ez nem csak azt veszítjük el, hogy az anyagi biztonságunk időskorunkra megkérdőjeleződik, és az államnak kell belépni ebbe a szerepbe, hogy a egyik generáció által megtermelt pénzt átjuttassa a idősebb generációnak, hanem gyakorlatilag az életnek olyan emberi funkciói is,
amik nélkül nagyon nehéz egyet élni. Tehát, de hogy egy kicsit pozitívabbat is belecsempészek, azért most is látni olyat, hogy valóban gyerekek, unokák rendszeresen látogatják a nagyszülőket, még ha egyedül él is, és hát így tartva bennük a lelket gyakorlatilag. Ez csak egy ilyen bevezető lett volna. Tehát ez működött több ezer éven át, vagy nem is tudom mióta. És ugye, ahogy jött az ipari forradalom, és hát ennek minden vívmányával és kevésbé kellemes vonzatával, így azok az emberek, akik hát megtakarításokra tettek szert, vagy attól féltek, hogy időskorukra nem lesz elég a megélhetésük, azok szívesen részt vettek olyan rendszerekben. Kezdetben ez ugye ilyen annuitásoknak hívták, tehát ilyen annuitásos kötvényeknek, ami évi rendszeres kifizetés lehetővé tevő kötvény, örökjáradék tulajdonképpen ennek a magyar neve. Ezek így folyamatosan szépen organikusan fejlődtek ki így a világba, Angliába viszont egész komoly piacuk, másodpiacuk is kialakult ezeknek, sőt gyakorlatilag magában a brit kötvénypiacnak a kifejlődésében is ezek fontos szereplők voltak, az ilyen típusú örökjáradék kötvények. A következő szintje ennek, ami nagyon érdekes, amit ha belefér az időbe elmondanék, mert nem nagyon van róla szó, hogy gyakorlatilag van egy olyan megoldás, ezt tudják, hogy tontin, vagy nem tudom, magyarul nem is láttam még erre. Ez a svéd példa, ezt akarod? Nem. A svédek ebből átvettek egy részt, de az alapötletet ezt egy, azt hiszem, nápolyi matematikus, egy olasz matematikus alapozta meg, aztán aki elkerült Franciaországba. Franciaországban mai napig vannak ilyen típusú kötvények, és ez ugye azon alapul, hogy van egy viszonylag hasonló életkorú csoport, akik szeretnének életi áradékot egy bizonyos életkoruk után, tehát mondjuk, nem tudom én, 70 év után, és ezek az emberek sokan jönnek össze egybe, ezt nyilván volt egy szervező, aki ezt megszervezte, például itt egy kötvényt hozok, egy ilyen kötvényt hozok 1797-ben, amit Torino városa bocsátott ki, ilyen tontányt, vagy tontint. Akik ebbe beszálltak, azok fix összeget tettek be, onnantól kezdve ezt a pénzt Torino városa kezelte, vagy a nem tudom, brit állam is ugye bocsátott ki ilyeneket, és a pénz nála volt, és vezette, hogy ki van még életben. És kiérte el azt az életkort, hogy el kell neki kezdeni fizetni a fix járadékot. És ez egy nem örökölhető életjáradék volt, vagy hát mai napig vannak ilyenek, hanem, és itt jön a csavar benne, hogy ahogy haltak meg az emberek ebből a csoportból, egyre kevesebb emberre jutott egy fix összeg, tehát a fix életjáradék egyre kevesebb, tehát per fő egyre többet kaptak, és ahogy a életkora nőtt, egyre magatehetetlenebbé vált ugye az ember, egyre kevésbé volt képes munkára, úgy kapott egyre több pénzt, és hát a végén persze az utolsó ember meghalásával ez a csoport ez meg is szűnt, és a maradék az ott maradt ugye annál a szponzornál, aki ezt szervezte. Na most ez azért is mondtam el, mert van egy nagyon jó kis tanulmány a Farkas Andrásnak itt, hogy mit tanulhatunk a európai nyugdíjrendszerekből, ennek majd a linkje ott lesz, a mabis.hu-n jelent meg, és ő végignézi nagyjából az összes nyugdíjrendszert Európában, és a svédek érdekes módon ebből emeltek át, ebből a tontin megoldásból egy elemet. Tehát ők átálltak arra a rendszerre, hogy minden embernek van számlája a nyugdíj folyosító intézetnél, a svéd nyugdíj folyosító intézetnél, méghozzá kettő. Az egyik, ami úgymond tőkével fedezett, tehát
mögöttes eszközökkel fedezett, tehát abból ez a nyugdíj intézet köteles részvényeket, kötvényeket, stb. Vásárolni, és van egy másik ága, de azt is egyéni számlákon vezetik, mint hogyha én látnám, hogy én nekem a magyar államnál most van összegyűlve ott, nem tudom én, 3 millió forintom már, és jaj, de jó, minden évben szépen gyűlik. De ezek viszont a folyó fizetésű megoldásokból kapják a pénzt, tehát abból, hogy valaki dolgozik, levonják tőle nyugdíjáról, hogy onnan forog be ebbe a pénz, és megy ki rögtön nyugdíj fizetésre. Tehát ami nálunk is van. De ott ugye ezt mindenkinek saját számláján látja mind a kettőt. Tehát ő fizethet be a tőkefedezett részbe is, meg fizethet be ebbe a felosztó kirovó részbe is, és a poén, a tontin megoldás itt jön be, hogy nagyon sok mindentől függ ez, hogy ki mennyit fog kapni, mert van korkedvezményes nyugdíj, vagy késői nyugdíj is, ezek csökkentik, vagy növelik nyilván az ő részét, hogy mennyit fog majd kapni, de van még egy elem, hogy ha az a korcsoport az zsugorodik, mert természetes módon fogy, akkor ő mindig egy picit több pénzt kap. De itt van benne ez a tontin elem. A másik, amit kiemelt ebben a tanulmányában a szerző, az az, hogy a német nyugdíjrendszerből is érdemes lenne szemezgetni, mazsoláznunk, ott egy úgynevezett pontrendszer működik, és ott nagyon izgalmas volt nekem az, hogy ott pluszpontokkal díjazzák azt, aki gyermeket nevel, és kb. Ő belőle lesz majd a jövő nyugdíj fizetője, tehát a jövő nyugdíj járulékos fizetője, mert ugye itt ez a generációk között ugye van egy átfedés, egy elcsúszás, tehát ugye valaki elkezdett dolgozni valamikor, elkezdte fizetni a nyugdíjjárulékát, majd nyugdíjba megy. Tehát van egy inaktív szakasz az elején, van egy aktív szakasz a közepén, és van egy inaktív szakasz a végén. És amikor ő aktív, akkor az előző generáció inaktív részének fizet tulajdonképpen ebbe a felosztó kirovó, vagy folyófinanszírozású, így is hívják, ez a magyar rendszer is, és az gyakorlatilag az állam rögtön fizeti is ki, tehát ő nem fekteti be, hanem rögtön fizeti is ki a nyugdíjasoknak. És a következő tanulmány nagyon jó meglátása, ez a Banyár József tanulmány, itt majd ez is benne lesz, hogy, és ezért is emeli ki ezt a német példát, hogy gyakorlatilag azok, akik úgy döntenek, hogy nem akarnak gyereket válni, vagy nem tudnak, tehát ők valamilyen szempontból tartoznak a társadalomnak, mert ők ugye nem, nyilván itt aki örökbe fogad, az nem, mert van ilyen lehetőség is. Tehát ő nem fektet abba pénzt, humántőke finanszírozottnak hívja ezt a szerző, nem fektet a pénzt abba, hogy ez a humántőke megnőjön, és produktív szakaszba érjen, és amikor produktív lesz, majd ő fogja kifizetni az akkori nyugdíjasoknak a felosztókirovó rendszerben a pénzét. És ezt valahogy, ezt az igazságtalanságot orvosolni kell, és erre egy olyan javaslatot tesznek le, hogy vagy ez a németféle pontozásos rendszerbe vegyünk át elemeket, vagy csináljunk egy úgynevezett humántőke finanszírozott nyugdíjzsebet, meg egy fedezett, tehát befektetésekkel fedezett nyugdíjzsebet, és aki gyereket nevel, annak kevesebb nyugdíjjárulékot kelljen már most fizetni, mint annak, aki nem nevel gyereket. Tehát összességében ugye az lenne való az igazságos, hogy annyival kevesebb pénzt fizessen produktív, aktív szakaszába az, aki gyereket nevel, hogy ne járjon rosszabbul, mint az, aki nem nevel gyereket, de majd fog részesedni a nyugdíjból. Tehát ez mögött a mögöttes logika, és hát ezt az MNB is a fenntarthatósági tanulmányában magáévá tette ezt a logikát, de mint láttuk, hogy már működik nyugaton több helyen is ez,
és kijöttek egy több száz oldalas fenntarthatósági tanulmánnyal, amiben a nyugdíj csak egy kis szeletke természetesen, de ott már valami hasonló rendszer támogatásán gondolkoznak. Jó, azért a magyar rendszert az ismertessük, mert itt... Ismertessük a magyar rendszert, tehát ugye nyugdíj mindenki alapot, emlékszik tehát... még arra, hogy nem túl régen volt 2010-11-ben, hogy a nem sokkal korábban bevezetett magánnyugdíj pénztári rendszert, hát mondjuk így beszántották. Tehát ugye nálunk is, tehát mióta nyugdíj van, azóta ez a folyófinanszírozású rendszer van, tehát az, hogy az aktív korosztály fizeti a nyugdíjjárulékot, a nyugdíjas megkapja ebből a pénzt, illetve hát az állam nem feltétlenül ebből a pénzből kell kifizesse a nyugdíjas, hanem ő kötelezettséget vállal arra, hogy ha te nyugdíjba mész, akkor te valamilyen képlet alapján azt hiszem a 80%-át megkapod az X utolsó évednek. Nem vagyok ebbe szakértő, de úgy emlékszem, ez így van. Na most ugye egyik oldalon van egy kötelezettségvállalás, amit az állam vállal feléd, mint aktív dolgozó felé. Másik oldalon meg van egy befizetési pénzáram, és a kettő között nincs megteremtve az összefüggés feltétlenül. Ezt hívták úgy, hogy felolvókirosztó vagy folyófinanszírozású. Ebbe a képbe jött be az, hogy legyen nálunk is egy olyan része a nyugdíjnak, ami nem csak ezt a rendszert táplálja, hanem a befolyó pénzáram egy részét szolgáltatókon keresztül, saját számládon, magánnyugdíjpénztári számládon fogod látni. Na most én is ugye ebbe fizetgettem be ott a 2000-es évek tájékán, vagy kicsit később, igen, talán már 2000-ben fizetgettünk ilyeneket, és 2009-es válság után, hát ugye mindenki emlékszik rá, elég nagy nyomásra ezt a pillérét megszüntették a magyar nyugdíjrendszernek. Egyébként megmaradt néhány nyugdíjpénztár, tehát úgy volt az igazság kedvéért, hogy ha te bementél és nyilatkoztad, hogy benn akarsz maradni a magánnyugdíjpénztári pillérbe, a rendszerbe, akkor megtarthattad a magánnyugdíjpénztári számládat, de az ember 97%-a nem ment be, és ez beolvadt a költségvetésbe, az a, azt hiszem, 3000 milliárd forint. Tehát akkor az államadósságot így sikerült egy 9-10%-kal akkor le is csökkenteni egy tolvonással, de és itt jön a csavar, hogy az az államadósság, ki rész, az meg kell jelennie majd később, mikor ez a generáció nyugdíjba vonul. Tehát gyakorlatilag ez egy könyvelési valami volt, de hát az igazsághoz ez hozzátartozik, hogy nagyon erős nyomás volt a médiából, meg emlékszek rá, hogy ha te ezt nem írod, vagy nem járulsz, vagy kekeckedsz, és elmész, és nem akarsz hozzá, akkor nem kapsz majd nyugdíjat, szóval mindenféle ment a médiából akkor, és az emberek 97%, egyébként én is, nem ment be abba a magánnyugdíjpénztárba, és nem nyilatkozta le, hogy ő szeretne bemaradni, és így elvesztette azt a részét, beolvadta nagy közösbe. Tehát így megint visszatértünk erre a felosztókirovó rendszerre, folyófinanszírozású rendszerre, aminek van egy nagy bibéje. Az a nagy bibéje, hogy ezt a korfát meg kell nézni, és itt jön a következő, szerintem a legfontosabb ábra. A KSH-nak van egy interaktív korfa oldal, mindenkinek javaslom nézegesse, nagyon jó dolgokat lehet rajta észrevenni, és én bejelöltem azt a részt így világossal, amik a 65 fölötti korcsoport létszám arányát jelzik ki. Most ugye 65-re emelték több lépésben a nyugdíjba vonulás korhatárát, és itt az látszódik, hogy ez a 65 év fölötti rész 5,5% volt 1920-ban. 81-ben, mikor csúcson volt a
ország népessége akkor ugye 12,9 volt, most 20,5, olyan apró, hogy alig látom, és mi várható 2050-ben, és itt ez elég dráma, tehát ez 26,6. Tehát az látszódik belőle, hogy ez így biztos, hogy nem fenntartható. És tehát a befizetők nem fedezik semmiféleképpen azt. Ez biztos, hogy nem fogja fedezni, és akkor itt jöhet az, amit te mondtál, hogy vagy az legyen, hogy akkor kitolni addig a nyugdíjkorhatárt, amíg szinte alig van valaki életbe, tehát onnantól kezdve várható, tehát hozzáidomítani, vagy hozzámódosítani a nyugdíjba menés korhatárát a várható élettartamhoz, a hátralévő várható élettartamhoz és a rendelkezésre álló pénzmennyiséghez, illetve hát különböző képletmódosítási csavarokat be. És akkor azt javasolják, hogy mivel a jövőbeli járulékok nem jogosít. Na most erre van egy jó mondata, igen. Ez a Banyár Józsefféle tanulmányt, azt, ha megengedett, felolvasom, mert a lényeget jól megragadja. A jelenlegi rendszerek romló demográfiai helyzetben lényegében pilóta játékként működnek, vagyis megalapozatlan ígéreteket tesznek. Ezt úgy is meg lehet fogalmazni, hogy a többi nyugdíjrendszerhez képest a modern nyugdíjrendszer eszköz és forrás oldala egymástól független, és nincs mechanizmus benne ezek összhangba hozására, stb. Amit nem olvasom föl. Érdemes átnézni ezt a tanulmányt, és van még egy szintén egy jó mondat. Az emberek a jövőben ne ringassák magukat abba a hamis illúzióba, hogy takarékoskodás, illetve gazdasági áldozatvállalás nélkül is lesz nyugdíjuk. Mivel a jövőben a nyugdíjfizetési járulék, tehát hogy te fizeted a nyugdíjad, nem jogosít majd nyugdíjra, ezért aki nem vállal gyermeket, az rakja félre az így megtakarított pénzét, amivel a nyugdíját ki tudja majd egészíteni. Tehát ezek elég ilyen gyomorba mászó mondatok, kőkeményen fogalmaz a szerző, ő egy aktuáris matematikus egyébként, és a Corvinus Egyetem oktatója, tehát valószínűleg tudja, mit beszél, előtte vannak a számok. Úgyhogy egy egészségügyi területén vannak olyan szolgáltatások, amit 80 év fölött egyszerűen nem szándékoznak odaadni a nyugdíjasnak, például ilyen művesebb programok, stb. Jó, nem menjünk ebbe az irányba el, hanem itt voltál nálam 4 vagy 5 éve, és akkor kitaláltatok elnézést a Conclude. Egy fantasztikus dolgot, ami sosem volt aktuálisabb, mint most. És én, mint Trezor tag, hagy mondjam el ezt a saját tapasztalatot, tehát, hogy a jövedelmem mellett soha nincsen akkora pénzem, hogy én itt milliókat félretegyek. Ugyanakkor, hogyha, és a lényeget megpróbálom elmondani köznyelven, jó? Hogyha nekem lehetőségem nyílik arra, hogy egy minimális kis pénzösszeggel én vásároljak egy darabka aranyat, de ennek az aranynak az ára, hogyha megvenném egy kis aramat, körülbelül 8-10-20%-kal drágább lenne, mint hogyha egy óriási tömb aranyat vennék, mert arra ugye sosincs pénzem. Viszont ez a trezor, a gold trezor, ez úgy kezel engem, mint hogyha én egy ilyen nagy aranytömböt vásároltam volna meg, és idő múlva nekem az árfolyam nyereségem, akárha egy tömböt akarok elhozni x-20 éven belül, akkor egyszerre lehetőségem van, és erre mindenféle hátsó garanciák megvannak ellenőrizhető módon, nem az, mint a tőzsdén, hogy lufi pénzként elszáll mindenem, és szeretném, hogyha erről részletesebben mesélnél, illetve akik ebbe beszálltak, mert azért nagyon sok VNTV néző, és bocsánat, azoknak az ismerősei voltak az első támogatói ennek a programnak, ami nem a te támogatásra sajátjuk volt, hogy milyennek ma a visszhangja, és ők milyen hozamot tudtak realizálni az elmúlt 4 évben, ahhoz képest, hogy látjuk, hogy folyamatosan inflálódik a pénzünk, az élelmiszerárny, az építeni, stb. És minden az egekben jár, és ezzel szemben mit tudtatok adni ezeknek az embereknek? Hát igen, tehát gyakorlatilag ez a Gold Trezor rendszer, ez pont erre a öngondoskodás pillérre
akart megoldást nyújtani, méghozzá egy olyan rendszerben, ami fizikai arannyal fedezett. Hiszen az arany több ezer év óta bizonyította, hogy hosszú távú befektetésnek, hosszú távú értékőrzésnek, inflációvédelemnek kiváló. És ezt akartuk úgy megvalósítani, hogy ebbe a befektetők széles tömege részt tudja venni. Ne csak nagy befektetők, hanem úgymond havi pár tízezer vagy ötvenezer forint, a pont ami egy ilyen nyugdíjszerű öngondoskodási nyugdíjnak megfelelő része, ebbe már részt lehet venni, beállítja az ember a bankjába havi utalásokat, nem tudom, 50-100 000 forint, megjegyzés rovatba odaírja, hogy XAU, ugye ez az aranyat jelenti, vagy XAG, hogyha ezüstöt szeretne venni, mert ugye ezt, erre is van lehetőség, és a bónusz csoportba, és gyakorlatilag ahogy beérkezik a pénz, az beforog fizikai aranyba. Ezt egy aranykészlet fedezi, viszont megvan a lehetősége az ügyfélnek arra, hogy amikor ő neki összegyűlt 50 vagy 100 gram, vagy még több aranya, vagy akár évente fogja, és két klikkel ezt leváltja egy aranyrúdra, kis aranytömbre, aranyérmére, és ha szeretné, bejön érte az irodánkba Budapesten, vagy kiszállítást kérhet az ország egész területére, sőt, hát még most már külföldre is szállítunk. És gyakorlatilag ez ma a mai nyugdíjrendszerből teljességgel hiányzik. Tehát nagyon jó lenne, jó lennének olyan egyéni számlák, ami mögött fizikai nemesfém, vagy valamilyen fizikai fedezet van, és ezt nyilván egy megbízható letétőrző kezeli. Mi ugye ezt elmondtuk már többször, hogy nem az arany nagy része nem nálunk van, hanem letétőrzésben van Svájcban, Frankfurtban és Bécsben jelen pillanatban. Nagy része ez ugye kilós tömbökben, de van egy úgynevezett likviditási készlet is, hogyha valaki már átváltotta az aranyat, akkor az be tudjon jönni, és akkor ki tudjuk neki rögtön adni. Ez évek óta így működik, és a kérdésedre a válasz, hogy azt nem tudom megmondani, hogy ki, ugye most már több ezer ügyfél van ebbe benne, hogy ki mennyit keresett ezzel, vagy esetleg veszített, mert lehetett olyan ember, aki ugye megvette az aranyat egy bizonyos pillanatban, és aztán eladta, akár egy-két hónappal később, mert pénzre volt szüksége. És rosszabb volt az aranyára. Ilyen lehetséges. Viszont én azt szeretném most hozni, egy olyan grafikont hoztam, ami egy olyan elméleti ügyfélről szól, aki 2018 őszén, mikor indult ez a rendszer, befektetett valamennyi pénzt ide, és ez a pénz azóta mennyit ér. Tehát ez egy nagyon leegyszerűsített modell, mert nem számolunk mással, csak azzal, hogy tárolási díjakat kellett fizetnie. Ugye bizonyos tárolásbiztosítási díjak vannak, most ez éppen ugye 0,6% per év a letett értékre, plusz van egy oda-visszaváltási, az aranyszámok egy oda-visszaváltási marzsa, ezt elég szélesre vettem, mert a standard csoportban szélesebb, mint a prémiumban, körülbelül 7%-ra, és ha mindezt figyelembe vettük, akkor egész megdöbbentően jó számok jönnek ki. Egyébként nekem is meglepően jónak számít. 20,4% éves hozam. A bruttó hozam az, ami nem számol ezekkel a tárolási díjjal, meg kereskedési költségekkel, az 24,6. De mivel a MNB oldalán, hogyha nyugdíjpénztárakat akarunk nézni, ott is ilyen vagyonnövekedési alapon értékelik a különböző nyugdíjpénztárak teljesítményét. Itt az előző oldalon hozom is, tehát itt vannak a nagyobb nyugdíjpénztárak, és itt van a vagyonnövekedési mutató. Mondjuk ott egy hosszabb időszakot vesznek 2012-től 21-ig, mi csak 4 évre tudunk visszamenni, ugye akkor indult az egész. Tehát itt a legjobb hozam 8,33.
A legrosszabb 2,71. Na most, hogyha belevesszük, hogy milyen infláció ért el minket itt az, csak az utóbbi egy évbe, akkor én azt mondanám, hogy ez a 20,4% éves hozam, ez maximum arra elég, hogy az inflációval elbukott pénz reálértéket nagyjából tartsuk, szinten tartsuk. És akkor itt jön be az, amit mindig is mondtunk az aranyra, hogy az arany nem arra való, hogy nyerészkedjek rajta, és hú, de meggazdagodjak rajta, azt nyilván másból kell megteremtenem azt a pénzt, amit befektetek, hanem arra való, hogy amit elértem, megtermeltem, az tartsa onnantól kezdve az értékét. De ezt nem szabad kapkodva megtegyem, hanem lehetőleg tágabb időhorizontot kell válasszak. Itt van konkrétan ez a grafikon, 11.082 forint volt 4 évvel ezelőtt az árfolyam, ugye egy 4 éves időtartam. Egy gram aranynak az árfolyam? Egy gram arany. De kilósról visszavetítve? Igen, igen. Aha. Ez egy középárfolyam. Aha. Középárfolyam. Azért ez 24,6-ot hozott. Aha. Ez a grafikon. És abból vettem le aztán a kereskedési marzsot, meg a tárolási díjat. Még egyszer, hogyha oda mentem volna 1 grammos aranyat venni, az nem 11 ezer lett volna, hanem... Az lett volna akkor egy 14%-kal följebb. Körülbelül. 12 ezer valamennyi. Bőven. Ezt kell nagyon-nagyon megérteni. Tehát az, hogy... Igen, itt ez az, hogy itt akár kis mennyiségeket is nagy kereskedelmi, vagy kilós rudár közelébe tud megvenni az ember, ugye egy kilós készlettel fedezzük jellemzően, mint hogyha annak egy darabkáját venné meg, teszegeti össze, de a végén ugye le tudja váltani akár 20 grammos, 50 grammosra, ahonnan megéri, szerintem, és azt látom, hogy az ügyfelek ezt elég jól be is tartják, 20 gram, 50 gram, 100 gram, unciás, és plusz az unciás érmék, és plusz az árfolyam, erre ami? Szokták leváltani leggyakrabban. Aha. Van olyan ügyfél aztán, aki 10 darab 2 grammos aranylapkára váltja le, mert erre is van lehetőség, vagy 50x egyesre, de a legtöbben ezt csinálják, egyébként a 10 darab 2 grammos aranylapkát is megvenni kicsivel olcsóbb ebbe a rendszerben, mert hát egyszerre 10-et meg tud venni, nem egyenként veszi. Meg arról is beszélve, hogyha egybe szállítjuk ki, akkor neki nem 10 darab szállítási költség, hanem csak egyszer kell kiszállítani, vagy ha bejön a városba, akkor 10 darab idő, ugye 10-szer 1 óra, tehát jó. Mindjárt más. Tehát ez egy döbbenetes, ez a grafikon. Nyilván, aki itt vásárolta ebbe a 2020 hetedik hó vagy csúcsba, az most nyilván közel sem ért el annyi hozamot, sőt, aki mondjuk egy évvel később eladott, az éppen veszteséget kellett realizáljon, ezért ez egy nyugodt, kiszámítható és stratégiai befektetésnek gondolom én, és ennek van értelme. Akinek van jövőképe, hogy mi lesz a pénzekkel, és egy előző adások, nem a mostani három, hanem a korábbiakban, azért lehetett látni, hogy abban a pillanatban, ha ezek a részvénypiac, meg a gazdasági instabilitás azért reális veszély, hogy ezek az arany alapok, ezüst alapok, ezek sokkal többet fognak érni, még ha egy olyan, hogyha van egy darab ezüstöd, aranyod lesz kenyér a kezedbe cím. Ezt még a nagyon elmondta egyébként annak idején, és óriási igazán. Ha te is figyeled jól a VNTV adásait, akkor pár héttel ezelőtt megjelent itt dr. Egeri György barátom, és egy olyan elképzelését ismertette, 40 év munka után meg tudta csinálni ezt a vízmotort, amivel otthon akár 1 kW vagy 10 kW-nyi szabad energiát elő tudunk állítani. Ugye ennek komoly akadályi vannak, voltak, mert az olajlobbik azok nem örülnek ennek, az energialobbi, stb. De most van egy olyan lehetőség, hogy áttörésre, most gyengébe az a másik oldal kicsivel, ugyanakkor nem szeretne ilyen nagy cégektől függőségbe kerülni, és ezért kitaláltuk, hogy a kisbefektetők tégla jegyeket vásárolhatnak. Ugye ennek a jogi hátterén most dolgozik a Egeri féle csapat, és akkor tegnap fölhívott engem egy ilyen téglajegy
befektető, kérem, ne engem hívjatok, hanem a egeli.hu oldalra jutassátok el ezt az igényeteket, mert ugye mi hetente 4-5 riportot csinálunk, tehát ez nem a mi feladatunk, hanem az ötlet viszont csodálatos, és ezt tudtad támogatni. Hogy elindul ez a fejlesztési projekt, ami arról szól, hogy ma egy működő készülék van a kezükből, hogy egy gyártható modellig eljussanak, amit tömeggyártásba lehet vinni. Igen, de ennek van akár egy két és fél éves elhúzódó finanszírozási szakasza, amit ma, és az ügyfélnek volt ez a gondolat, a támogatónak nem ügyfél, bocsánat, hogyha ma odaadom neked ezt a pénzt, lehet, hogy jövőre ezért sajtkukacot sem kapsz már. Tehát mi lenne, ha, és az ötlete volt, hogyha ő ezt aranybefektetésbe helyezné el, és ezt követően, amikor az alapítványa a fejlesztésekre támogatja ezt a projektet, amiből létre fog jönni ez a szabad energia motor, akkor mindig az árfolyam veszteséggel nem kell számolnia, mert az akkori pénzen tudja odaadni ezeket az összegeket. És bocsánat, de nekem azonnal a Gold Trezor jutott eszembe, mert tipikusan ez annak a példája, hogy ezt milyen módon lehet stabilá tenni azokat a kis téglajegyeket, amik ilyen módon befolynak. És mindig elmondtam a példámat, hogy a New York-i szabadságszobor sem a nagy befektetők pénzéből állt össze, hanem a kis pékinasok és mindenkinek a kicsi pénzéből, akik bíztak abba, hogy ez egyszer ott lesz, és ma New Yorknak az egyik legfontosabb épület, amiről ez New York című dolog. És ez a szabad energia motor olyan függetlenséget okozhatna most az ilyen B-terves, harmadik utas kis közösségeknek, amire mindenféleképpen, mint VNTV másképp tudás csatornája, mi szeretnénk segíteni, de nem úgy, hogy nálunk kell. Tehát nálunk nem lehet pénzt elhelyezni, nagyon fontos elmondom mindenkinek, hanem az előbb elmondtam a befektetési lehetőséget, és ott kell megfelelő garanciákat kapnotok ahhoz, hogy ez a dolog elinduljon, és erre a beszélgetésünk elején... Hát igen, ezt még át kell gondolni, mert ugye mi egy dolgot tudunk vállalni, azt, hogy arany eszközöket megőrzünk, az arra lehet kereskedni, azt, hogy abból a befektetésből vala lesz-e önfenntartó elektromotor, azt nem, én nem tudom. De az árfolyamveszteséget ki tudod élni. Vajon a Gold Trezor brandjét ez érintheti-e, hogy még se lesz belőle soha motor, tehát ezt azért nyilván nem, át kell azt gondolni. Aki a téglajegyet beteszi, annak a rizikója nem a tiéd. Tehát egy alapítvány hát kezeli a kis pénzét, igaz? Ő neki kell folyósítani, hogy folyamatosan a gyártás vagy a fejlesztés előre halad, és ezt a rizikót szerintem ez el volt nekik mondva, hogy vállalják. Igen, viszont tehát amikor a cégeknek és alapítványoknak fogunk számlákat vezetni, remélhetőleg a közeljövőben, akkor úgymond ehhez semmi közünk nem lesz, hogy az alapítvány az mit csinál a pénzekkel. Nem is akartak ebbe belehúzni. Igen. Csak az, hogy ehhez, hogy nem csak egyéniek, hanem kis közösségek is ugyanezzel élhetnek, hogy a kis mostani felhalmozásukat, azt hosszú távon, amikor például egy kis önfenntartó tanyát építenek, azt a kis pénzt, amit most az elején be tudnak rakni, azt az akkor értékét arra tudják élni. Arra ez tökéletesen élni. Jó. Tehát az, hogy hosszú távon megőrizze az értékét, pontosan erre jött létre, és ezt be is bizonyítottuk, hogy működik. Még hoztam egy pár érvét. Egy különleges dolgot, ugye most ez milyen érdekes. Ami azért érdekes, mert ez a két dolog miatt. Az egyik, itt tudom, hogy a VNTV-ben nézőket érdekli mondjuk a szkíta kultúra. Ugye tavaly volt egy műsor a Kassai Lajos. És a is volt már szkíta. Igen. És gyakorlatilag megdöbbentő módon Münce Öszter egy gyönyörű érmével állt elő, ez a Skita örökség érmével, tehát das Gold der Skiten, tehát a skiták aranya, ami szerintem mindenki figyelemre méltó, ebből mi most vettünk egy pár darabot, nagyon sokat. Régészeti leletek utánnyomását. Persze, tehát itt a motivumokat ők összekombinálták, és csináltak belőle egy nagyon szép érmét. Mekkora nagy érdekesség. Ez hogy... aranyérme, dukát finomságú 900. Miért nem a Magyar Nemzeti Bank ad ilyet kíván? Lehet, hogy már adtak. Ja, majd most, amikor most Vasalbert emlékérmét adnak ki. Éppen ez volt. És a másik téma, ami nekem
ugye elég izgalmas, hogy így amikor az aranytörténtél foglalkoztam, hogy a brit történetből egy kicsit el kellett mélyedjek, nagy örömmel tettem meg, és hát úgy érzem, hogy egy korszaknak vége van, és ennek a korszaknak a emblémája ez, hogy ez az utolsó olyan érme. Emblematikus alakja. Ez az utolsó olyan érme, ami második Erzsébet arcképével jelenik meg. Ez 2023-as Britannia ezüstérme. Aha. És ezt 25-esével lehet venni. Aha. Viszonylag jó árba van, tehát a bécsi filharmonikusok ezüstérméhez közeli árba lesz, tehát ez kb. Befektetésnek is már megfelel. Viszont nekem azért izgalmasan valahogy úgy érzem, hogy egy nagy korszak azért lezárult az ő halálával. Hát most az új gyarmatosítók vették át az irányítást, csak most mi vagyunk a gyarmatok. Na most ebben tényleg nem menjünk bele, nem ennek az adásnak a része. Viszont ezeket a Conclude web áruházában lehet kapni, hogyha szabad így szakítanom egy reklámhelyet. Az igazság, hogyha engem megkérdezne. De már látom a kommenteket, hogy ez a pasas csak az aranyát akarja eladni, meg az ezüstjét. Meg hol ér ez a Jakabnak meg című kérdések jönnek. Nekem ez ott éri meg, hogy fölébredsz, és rájössz, hogy a jövődbe akarsz egy kicsit befektetni, akkor nem biztos, hogy otthon a párna alatt, vagy a bankszámládon kell tartani a pénzt, mert ha figyelted ezt a három adást, akkor pontosan, hogyha a digitális pénzt bevezetik, akkor az első nem téged csinálnak ki, hanem azt a bankot, amiben te tartod a pénzedet, de ebben most már nem menjünk bele. Hanem én még mondhatok egyetlen egy gondolatot, hogy visszautaljak az előző, meg a középső adásra, hogy azt mondja az általam nagyon nagyra becsült ez a elemző, ez a bécsi osztrák srác, hogy szerinte az új pénzügyi rendszerbe az arany komoly szerephez fog jutni. És ezt onnan is lehet tudni, hogy egyik nagy jegybank se ad el aranyat, hanem inkább felhalmoznak, lásd mi is. És szerintem ezek a digitális jegybanki pénzek inkább csak kiegészítő finomságok lesznek, ahhoz képest, hogy mekkora szerephez fog jutni az arany. És ha hozzáveszünk, hogy ezek a Fednek a kis biztosítékai, ami aranyban voltak, nem találják Amerikában, biztos hallottál te is ilyen. Tehát vannak ilyen pletykák, de... Idekek, de nagyon sokat ugye kínaiak bevallottak, hogy amikor nem fogadtak már el amerikai államkötvényt meg részvényeket, akkor őket sok esetben... Hát a franciák hazahozták, németek hazahozták. A De Gaulle hazahozta. Aranyukat. Ja. Tehát mégis arany volt. A németek nem tudták hazahozni, csak egy részét tudták hazahozni az aranyuknak. Tehát, hogy gondolod végig. A másik az, hogy ami nekem nagyon tetszett, hogy biztonságos helyeken tartod ilyen trezorokban, mert én se, ha van egy kis ezüstöm, akkor otthon ne verjenek nyakon értelem, legyen olyan helyen, ahol ez biztonságban van, és amikor van valami sztori, akkor el tudom érni. Hát valamennyit érdemes otthon is tartani, tehát itt is egy közeli bankszéfben, ami megbízhatóan tartott. Vannak ilyen. Sokan nem értik azt, hogy a bankszéf és a bankszámla között óriási különbség van. Óriási, tehát ugye az a bankszámla egyenleg, amit én a banknál tartok, köze az a nincs, nagy közösbe benne van. Köze nincs ahhoz, hogyha a szépbe tartasz bármit. És hogyha a banka valami történik, az megy be a levesbe. De a szép az dedikáltan azért az emberi, akinek a szép kulcsa van. Tehát, hogyha felszámolási eljárás alá megy egy bank, az a szép tartalom az övé. Nem a banké. Tehát azért mondom, otthoni tárolás is lehet valamennyi, otthon lakásbiztosításra már simán 5 milliót lehet, szép, bankszépben is lehet. A Conclude-nál van nagy befektetőknek lehetőség arra, tényleg ilyen 3-5 kiló, hogy őnekik dedikált alszámlán Zürichben tartani, hogyha a Conclude-dal valami történik, akkor ő oda tud menni, és ott azt tudják, hogy az övé, tehát erre is, de mégis nálunk tud rá kereskedni, akár egy telefonnal visszautaljuk neki a pénzt.
Erről sokat lehetne még beszélni, és megvan a Gold Trezor is, a közepes és kis befektetőknek, de nagy befektetők is vannak benne. Tehát egy ilyen mixbe érdemes gondolkozni. Én szépbe tartanám, hogyha lenné, nem akarom otthon nyakon vágjanak érte, pont ennyi. Igen. Ez itt rossz humor volt a végére, de azért gondoljuk ezt. Tehát, és főleg idős nyugdíjas, tudod, bemennek hozzá, na mamikám, ide ezüstött az Orlani a című dolog. Igen. Nem. Meg kicsalják, vagy valami ilyesmi. Itt vannak úgy, drága fiam, menjünk be együtt érte. Szóval ez nem ördögtől való ez a gondolat, hogy ne otthon tartsál értéket egyébként. Na, kedves Juhász Gergely, én nagyon megköszönöm neked ezt a tudást, amit átadtál. Itt az adások linkje alatt, ott lesz szépen, ahol ezt a komplet anyagot, amit elmondtál, és egy óriási munka volt ez, hála köszönet neked. Valószínűleg lesz reflexió rá egyébként, és ez a jó, mert így tudsz te is fejlődni. Én megköszönöm neked, és én tavasszal újból elvárlak. Én úgy érzem addigra, hogy itt lesznek fejlemények, mert hát egyre izgalmasabb részhez jutunk ebbe a lufi leeresztésbe. Leeresztésnek hívom, de lufi duraktatásnak hívom. Én nem gondoltam, hogy a kriptovaluták lesznek az első lufi, ami kidorran. Azt hiszem, hogy ez olyan csapat van mögötte, aki nem pilóta játékos, és nézd meg, hogy idésbe fészkelték magukat. Én kíváncsi vagyok az ő sorsukra, ezt majd kövesd, légy szíves, mert mi minimum nyakon kéne vágni, ahogy egyébként a 2006-os ingatlan botrány banki résztvevőit a mai napig nem ítélték el, a vagyonokat se kobozták el. Tehát, hogy szerintem ebben sokan benne voltak annak idején, ez így történt. Én köszönöm, egy dolog, ébredjetek, lássatok, mert ez az egy reményünk van, hogy másképp lássuk a világot, és egy kicsit a cselekedeteinket is tudatosabban, éberebben irányítsuk és éljük az életünket. Megköszönöm önöknek megtisztelő figyelmüket, Juhász Gergelynek az, hogy itt volt. Én köszönöm a lehetőséget. És önök meg, ha tudnak, akkor éljenek a lehetőséggel. Nem, ha bíznak másba, természetesen azoknál, de az ilyen virtuális edzős meg aranykötvényeket, na azokat, amíg lehet, azokat gyorsan tessék bármilyen fizikai, kézenfogható dologra váltani. Na, köszönöm ezt. Köszönöm. Még egyszer viszontlátásra.